Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás, ahol feltesszük a három fontos kérdést, mi az ő gondolata, mi az ő terve, hogyan érzi magát és mit fog tenni. A gondolatait itt felül és alul látjuk. Itt a koporsó jelenthet egy örökösödési ügyet, és az egerek azt jelentik, hogy itt nála akkor veszteség lesz. A koporsó jelenthet egy bizonyos helyzetet is, amikor minden olyan csendes, nem történik semmi, vagy ő visszahúzódó, de ez az állapot elmúlik, hiszen itt vannak az egerek. És az azt jelenti, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Az egerek eltávolítják ezt a csendes időszakot. Az ő érzelmeit itt látjuk bal oldalon. Ő áll a középpontban, de ott van előtte a felhő. Ez jelenti az ő bizonytalanságát, hiszen valami számára még átláthatatlan. De mégis lesznek változások, hiszen a gyermek utal egy új kezdetre. És mit fog tenni az itt látható jobb oldalon? A fa jelenti a biztonság érzetét, és ezt keresi nálad, ahol le tud gyökerezni. A fa utal a rendre, a gyógyító erőre is. És itt megjelennek a gólyák, és a gólyák jelentik a változásokat, gyakran költözködést. És itt a hajó jelenti a reményt ehhez, vagy ez lehet egy külföldi kapcsolat, vagy utazások. Ez az út, lehet egy belső út is, egy lelki kapcsolat kettőtök között. És megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák. Mit fog lezárni, vagy miért van ez a csendes időszak? Ez elmúlik, hiszen az egerek ezt eltávolítják, és a gyűrű azt jelenti, hogy visszatér hozzád, keresi veled a kapcsolatot. Amennyiben ő nős, akkor a gyűrű jelentheti a házasságot, amit le akar zárni, de itt lesznek majd veszteségek. És mit mutatnak az egerek konkrétan? Itt a kulcs jelenti az ő magabiztonságát, vagy azt, hogy ő le tud zárni bizonyos dolgokat, ami számára eddig kellemetlen volt. Egy időben itt is láthatóak a változások, kinyílik egy új ajtó, a lehetőségek, a gyermek is utal egy új kezdetre, hiszen közeledik hozzád. A felhő mi az, ami átláthatatlannak tűnik számára? Újra a felhő jelenik meg, de fordítva, tehát majd ő másképp látja itt a dolgokat, és szerintem ezt is rendezni fogja. A gyermek. Itt vannak a halak, jelentik az anyagiakat, hogy itt lesz egy új kezdet, nyeremények, bevétel, de a halak jelentik a belső értékeket is, hogy ő értékel téged, és közeledik hozzád. Ami őt illet. Itt azért vannak nála szép érzelmek, meg közeledni fog hozzád, a virágcsokor jelentheti az ő jó ízlését, vagy hogy tervezi azt, hogy megajándékoz téged. A fa, a gyógyító erő, a biztonság érzete, a rend. Itt ez a szikla jelentheti a hideg-rideg tartását, ami itt megváltozik, tehát lesz közeledés. Itt vannak még akadályok, de megvan a gyógyító erő,
majd átteszi magát ezen a helyzeten. Vagy ha nálad vannak akadályok, akkor segíteni fog neked. Milyen változásokra számíthatsz? Itt a csillagok szerencsét hoznak, lesz egy szerencsés fordulat. És ez az utazás. Itt vannak még akadályok, korlátozások. Szerintem még nem a megfelelő időpont elutazni, de azért tervezi veled. Az ő jelenlegi helyzete. Itt látható a vidámság, a mozgás, a csevegés, beszélni akar veled. És a te jelenlegi helyzeted. Itt vannak az utak, ez jelent egy találkozást, hiszen útban van hozzád, de jelent döntéseket is, hogy hamarosan fontos döntéseket fogsz hozni. És ez volt az aktuális szerelmi jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Leírhatod a véleményedet a kommentárba, köszönöm szépen. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!